Tavaly megközelítőleg 6100 tonna dohányt vásároltak fel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amely 30%-kal kevesebb volt a 2014-ben felvásárolt mennyiségnél. A tavaly megtermett dohány jelentős része azonban raktáron maradt a 2014-es eladatlan készletekkel együtt. Az elmúlt 100 évben nem fordult elő olyan drasztikus csökkentés, mint ami az idei évben várható a hazai dohánytermelésben. A tavalyi évben 4147 tonna Virginia és 1975 tonna Burley dohányt vásárolt fel az ULT Magyarország ZRT. 2016-ban a korábbinál kisebb területeken, de még minden termelővel köt szerződést a felvásárló cég. A világpiaci helyzet alakulásától függően úgy számol az ULT Magyarország, hogy 2017-től akár az egész megyében megszűnhet a Burley típusú dohány felvásárlása. A hazai és a világpiaci eladatlan dohánykészletek folyamatosan növekszenek, ennek következtében a magyar dohány egyre kevésbé keresett, és vannak olyan forgalmazók, akik a korábbi gyakorlattal ellentétben mára már egyáltalán nem vásárolnak Magyarországról dohányt. Ennek következtében az idei évben kevesebb termőterületre és kevesebb mennyiségre köt majd szerződéseket a dohánytermelőkkel a felvásárló cég. Így az idei évben a Virginia esetében várhatóan 1500-1600, a Burleynél 500-550 hektáros területre kötnek szerződést. A korábbi termőterület 2800, illetve 1200 hektár volt a megyében. Bényei Illés és Bittner Imre a vendégeink ma este itt a dohánytermesztéssel kapcsolatos, sajnos nem túl jó hírek kapcsán. Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Mielőtt még a nézők közül néhányan elkezdenének azon örvendezni, hogy ilyen jelentős mértékben csökkent a dohányzás esetleg Magyarországon, sajnos ezt el kell oszlatnunk, hiszen nem attól esik vissza a termelés, és nem attól kell csökkenteni a termőföldek, a dohánytermőföldek területét, mert a dohányzás ilyen mértékben csökkent volna. Így van, kétségtelen tény, az elmúlt években magyarországi legális dohányfogyasztás az csökkent, de a 2015 évi fogyasztási adatok azt mutatják, hogy nem ilyen drasztikusan, és körülbelül 7,1 milliárd szál cigaretta, és 500 millió szál szivarka, és mintegy 5800 tonna úgynevezett vágott dohány, sodró dohány volt a teljes fogyasztás. Ezt a kettőt összeadjuk, akkor ez körülbelül 16 milliárd szál cigaretta a mennyiség legyen értékű, és ha a dohány alapanyag oldaláról közelítjük meg, akkor ez kb. 13 ezer tonna dohányanyag felhasználást igényelt. Tehát korán sem jelenti azt, hogy a fogyasztás olyan drasztikusan esett vissza, ami oda vezetett, hogy a Magyarországon termelt dohány iránti kereslet jelentősen csökkent. Akkor mégis mi okozza ezt a zuhanó repülést az ágazatban, és gondolom, hogy nem csak Magyarországon kell az okokat keresni, hiszen globális problémáról van szó. Így van, hogy a világon a globalizációnak a tanúi vagyunk, nagyon sok iparágban, ez a dohányiparban is így van. Ezen kívül a szükebb területünkön Európában a úgynevezett közös agrárpolitikai reform az elmúlt években jelentős változás hozott a dohánytermelő tagországokban, a dohánytermelők támogatásában. Azt gondolom, hogy ezeknek az együttes hatása idézte elő az, hogy csökkent egyrészt az Európai Unión belül megtermelt dohányok iránti kereslet, tehát a másik oldalról azzal, hogy a világ termelésének a 83%-át öt meghatározó cég biztosítja, és stratégiai beszállító partnereket állapítottak meg. Sajnos ezen belül az Európai Unió az nem stratégiai beszállító ezeknek a gyártóknak, kereskedőknek, és ha tovább megyünk, akkor sajnos módon Magyarország sem lett az. Az Európai Unión belül a dohánytermelő tagországok, ahol a dohánytermesztés viszonylag megmaradt, vagy csökkent ugyan, de stabilan megmaradt, ez mindenütt egy megállapodásoknak az eredményét adott országnak a kormány és a dohány iparban érdekelt cégek kötöttek. Tehát el kell mondani, az unión belül már régen nem piaci alapon történnek a vásárlások. Olyan megállapodásokat kötnek, ami mind az adott kormánynak, mind az ott működő cégeknek előnyt jelent, és így kiszámítható piacot jelent a dohánytermelőknek. Itt Olaszországot említhetném, Lengyelországot említhetném, Spanyolországot vagy Görögországot, tehát van erre példa. Nálunk sajnos módon
ezek a kezdeményezések idáig elhaltak, és ugye mi, mint elsődleges feldolgozók nem saját célra vásárolunk fel, hanem további értékesítésre. Idáig próbáltuk egyedül kezelni ezt a problémát, piaci zavarnak is nevezhetném. Sajnos nem sikerült eredményt elérnünk, függetlenül attól, hogy az előbb említett öt nagy világcégből négy Magyarországon jelen van úgy is, mint gyártó, meg úgy is, mint forgalmazó. El lehetett volna ezt kerülni? Mert hiszen évek óta azért ezt már lehetett látni, hogy ez a folyamat megindult, már régóta mondogatják, hogy ez hová fog vezetni. Lehetett volna ez bármit tenni ez ellen? Nekem meggyőződésem, hogy igen. Az elmúlt két évben számos egyeztetésen, tárgyaláson voltunk túl, aminek magam is részese voltam. Nem sikerült konkrét eredményt elérni. Én azt gondolom, hogy lehetett volna olyan megállapodást kötni Magyarországon is, ami az itt működő cégeket érdekelté teheti abba, hogy Magyarországon termelt dohányt vásároljanak föl, akár magyarországi felhasználásra, akár Magyarországon kívüli feldolgozása, felhasználása. Sajnos ez elmaradt, és ugye már láttuk, hogy 2004-ig az Európai Uniós csatlakozásig Magyarországon a nagy cégek közül, multinacionális cégek közül a Philip Morris stabil vásárlónk volt, BIT is stabil vásárlónk volt, a Remsen vagy Imperial. Az Európai Uniós csatlakozás követően már csak két cég maradt, és ez az Imperial és a BIT, és ugye addig már a fönnmaradó mennyiségeket azért a kisebb piacokon el tudtuk helyezni, de mindig ki lehetett számolni, hogy körülbelül a megtermelt mennyiségnek 50-60-70%-ára van piaci kereslet a Magyarországon működő cégek közül, és akkor csak a fönnmaradó része kellett. És akkor bekövetkezett a nem várt döntés, amikor a BIT bejelentette 2012-ben, hogy kivonul Magyarországról, ez már jelentősen érintett bennünket, és nyilván rajtunk keresztül a dohánytermelőket, dohánytermelők még ebből nem igazán éreztek semmit. Aztán két évvel ezelőtt bejelentette az Imperial is, hogy ők is kivonulnak Magyarországról, és sajnos módon kisebb vevőket kell az Európai Unióban is, vagy az Európai Unión kívül is találnunk. Ezekről a kisebb vevőkről annyit kell tudni, hogy mindig prompt vásárlók, kiszámíthatatlanok, tehát nem lojálisak, nem következetesek, egyik évben vásárolnak, a másik évben nem. És ahogy a biztos piacunk csökkent, ugye a bizonytalan részarány egyre növekedett, és ez okozta azt, hogy jelentős eladatlan készlet halmozódott föl a cégünknél. És hát, mint említette, itt nem csupán az ULT Magyarország Kft-ről van szó, hanem mögötte jó néhány dohánytermelőről, és ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ebben különösen érintett. És ezt már Bényei Illéstől kérdezem, hogy mit jelent ez a termelők számára? Hát ez a termelők számára egy rendkívül váratlan és hát nagyon kellemetlen intézkedés. Nemrégiben, még néhány évvel ezelőtt mintegy 20 000 foglalkoztatott volt ebben az ágazatban, akiknek itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 85%-a volt jelen. Ez a tevékenység jelentette az egyedüli megélhetési forrást. Itt, ahol a munkalehetőségek rendkívül kedvezőtlenül alakulnak, a vidék eltartó képességét, ez a tevékenység azokon a pontokon, ahol a dohánytermelés jelen volt, látható, hogy az ott élőknél ez nagyon komoly eredmény volt, nevezetesen, hogy tudtak munkát vállalni ezekben a gazdaságokban, vagy akár családok tudtak gazdálkodás keretében dohányt termelni, és egy rendkívül kemény, nehéz fizikai munka ellenértékéből a saját egzisztenciájukat, a családjuknak a életszínvonalát fenntartani, fejleszteni tudták. Ez most sajnálatos módon már az elmúlt évben is látható létszám csökkenést eredményezett, hisz országosan mintegy 400 hektárral csökkent a termőterület. A jelenlegi ULT bejelentése pedig ez a korábbi években megszokott területnek majdnem az 50%-ára csökkenti le a területet. Létszámban ez mit jelent? Ez létszámban sajnos egyenes arányban jelenti a foglalkoztatottak számának a csökkentését.
És mi? Hát arról nem beszélve, amiről Bittner úr is beszélt, hogy ez pontosan az a jól kiszámítható, biztos jövedelem, amit a dohányágazat korábban jelentett, ez pont ugyanolyan bizonytalanná válik, mint nagyon sok más mezőgazdaság. Igen, hát néhány évvel ezelőtt mi még nagyon büszkék voltunk arra, hogy a mezőgazdaságban szinte egyedül a dohánytermelés volt az a tevékenység, ahol január-február hónapban termékértékesítési szerződésben le volt rögzítve, hogy mekkora területen mennyi mennyiség termelésére vállal a termelő felelősséget. Ebben a szerződésben rögzített feltételek mindkét fél részéről, úgy a termeltető részéről, mint a termelő részéről maradéktalanul betartásra került, és ugye el kell mondani azt még hozzá, hogy Magyarországon 400 éve van dohánytermelés, Nyíregyházán 126 éve már, hogy működik a dohánygyár, és ez a kapcsolat tulajdonképpen ilyen régmúltra tekint vissza. Bizony-bizony már a második világháború, de azt megelőzően is olyan komoly termelések voltak itt a megyében, de országosan is, hogy példát említsek, akik vállaltak dohányt termelni, azokat nem vitték be katonának. Hányan maradhatnak talpon egy ilyen helyzetben? Hát ez nagyon kiszámíthatatlan. Magyarországon két fermentáló van. A szolnoki fermentáló az a területnek egy 10-15%-át szerződi le. Ha és amennyiben itt az ULT-nek a 2017-es évig nem rendeződne a sorsa, akkor megkérdőjeleződik az előre vetített elképzelések szerint mindössze 1000 hektáron maradna meg a Virginia dohánytermelés, a Burley dohánytermelés pedig teljes egészében megszűnne, és ez azért is kell kegyetlen és kellemetlen, mert a Burley dohányból főleg az apró térmértékű termelők vannak jelen, és ez bizony azt jelenteni, hogy létszámát illetően az 1100 magyarországi dohányszerződésből közel olyan 7-800 termelő lenne az, aki be kellene fejezze a termelést. Emögött akkor a családokat, a foglalkoztatottakat is sajnálatos módon érteni kell, de ugyanez a Virginia dohánytermelőkre is értendő. Itt ugyan nagyobb termelők vannak jelen, viszont a nagyobb termelők nem csak családi foglalkoztatás keretében, hanem vállalkozás keretében is gyakorolják ezt a tevékenységet, és bizony itt a foglalkoztatottaknak a sorsa, ez jelen pillanatban kilátástalan. Én csak reménykedni tudok abba, és a szövetségünk részéről igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy ez a helyzet, ami most pillanatnyilag itt a értékesítés környékén fennáll, ez változzon meg rövid időn belül, mert nagy szükség van erre a tevékenységre a mezőgazdaságon belül, és remélem, hogy rövid belátható időn belül, még akkor is, ha pillanatnyilag kilátástalannak látszik a helyzet, de pozitív változás következhet be, és én azt gondolom, hogy a kormányunk ebben a kérdésben ismeretekkel bír, már vannak ezzel kapcsolatban tárgyalások, és bízom abban, hogy ezek a tárgyalások végső soron eredményre is fognak vezetni. Úgy legyen. Köszönöm, hogy befáradtak a stúdióba. Köszönjük szépen.